Sziasztok! Portesz városát építjük továbbra is. És tegnap, miközben a falusi rész, az agglomerációban lévő falusi rész buszjáratait építettem ki, észrevettem, hogy problémák vannak az autópálya lejárójánál. Hát nézzük meg ezt a problémát, nevezzük néven, egy hatalmas forgalmi dugó alakult ki, ami egészen a falu bevezető körforgalmáig, azt tulajdonképpen szépen egy 3-4 körében eldugítva, át a hídon, azon a hídon, az Erzsébet hídnak keresztelt hídon, végig a kiskörívű villamos sinek mentén, ahol még villamos nem jár, hanem csak itt a nagy részen, és még itt is folytatódik, aztán valahol itt már feloldódik, ugyanis itt elosztódnak az autók, mert itt hoztuk létre az első városi, óvárosi negyedünket. Na most, az, hogy ez megtörtént, az nekünk most kiváló alkalmat ad arra, hogy demonstráljunk megint valamit a játékból, ami miatt én nagyon szeretem ezt a játékot. Ugye azzal kezdtem a legelején, hogy azért játszok ezzel a játékkal, mert számomra nagyon élethűen leképezi a valós élet probléma megoldásait, és azt, ahogyan mondjuk én dolgozom. És itt van egy élő példa. Teljesen mindegy, hogy mit tervezel el egy asztalnál, elméletileg, módszertanilag, kidolgozva, milyen tervezőasztalon lévő elképzeléseid vannak, amikor a valóság a maga valójában jön az arcodba, és pofán vág, onnantól hívhatod magad. Akár fejlesztőnek, akár vállalkozónak, akár project managernek, de bárminek. Én nagyon annak vagyok a híve, és olyan emberek között szeretek lenni, és olyan emberekkel szeretem magam körbevenni, akik cselekvő emberek, akik a sárszagú életben nem csak beszélnek valamiről, hanem azt, amiről beszélnek, azt meg is csinálják. Nem azért, mert aztán ezért Nobel-díjat kapnak, és olyan sikeresek. Nagyon szeretem itt az észt startup szférában, hogy viccesen úgy köszönnek egymásnak néha, ilyen anekdóta szerűen, hogy jó bukás, mert a tanulás záloga a bukás, a pofára esés. És nézzük meg a mi pofára esésünket. Az történt, hogy itt jó pár alkalommal ezelőtt létrehoztuk az áruszállítást, pont jön is be egy vonat, elindítom az órát, és látjuk, mi történik, amikor beáll egy vonat, akkor elkezdik róla lepakolni szépen a konténereket, és elindulnak, itt mutatja, hogy lepakolja a konténereket üresen, hogy majdnem üresen megy, és itt elindulnak ezek az autók. Kamionok, traktorok, és ezek a kis autók, amik azt hiszem számunkra igen fontosak lesznek. Menjünk is rá, hogy ki ő. Hogy a Home Improvement Centerbe megy, ami bizony a másik oldalon van, és most kövessük is be ezt az autót. Mi történik vele? Kicsit tágítsuk ki a látómezőnket. Eljön a falu mentén, egyelőre a farmoknál, de itt mit tud csinálni? Egyetlen dolgot tud csinálni, és majd mindjárt meglátjuk miért. Bejön a faluba a körforgalmon. Így van. Bejön a körforgalomba, itt már nincs más választása, beáll a sorba. Tehát mit láttunk? Megérkezett az áruszállítmány. Importáltunk valamit, amit viszont a nagy lakósűrűségű,
óvárosi részbe szeretne átadni, ott van a Home Improvement Centerünk. Fogalmam nincs mi az, de majd mindjárt meglátjuk, hova lyukat ki. Megy át a hídon, arra szólva, mint munkaórák után a budapesti belvárosban. És most szépen végig szenvedjük vele, hogy milyen módon tud eljutni az ő céljára, az ő céljához. Tehát valahova ide fog megérkezni, és amit elkövettünk, az az, mert hát nem fordítottam elég figyelmet arra, hogy egyszerre van meg valahol máshol az áruszállításnak a forrása. Jöhetnek egyébként autópályán is, de amint megvan a vasúti áruszállítás, az egy igazán frekventált megoldássá válik. Itt ilyen ráutaló jelleggel látjuk ezt, hogy először, amikor a hidat létrehoztam, és csak egyszerűen kivágtam ide ezt az utat, és így hagytam, és aztán, amikor a keretét megcsináltam az óvárosnak, hogy majd ez lesz a nagy kerete, akkor ide csak ilyen alapötlet jelleggel 15 másodpercnél nem többet gondolkodva rajta, csináltam egy kis keretet, hogy majd itt lesz valahol a kormányzati negyed, és a jobb szélén, még arra is emlékszem, hogy azért, mert egyetemeket akartam, tehát a kampuszt akartam létrehozni, ezért itt a jobb szélen csináltam meg, mert az volt a koncepció, hogy a kampusz majd összeér a kreatív ipari központtal, a szilikon vagy szilícium völgyünkkel, az meg összeér majd a szórakoztató és turisztikai negyeddel, és ez egy ilyen átmenet lesz az óvárosi kormányzati negyedek és a turisztikai negyedek között. Van ebben egy ilyen pufferzóna is, a turisztika és a szórakoztatóipar az nagyon zajos, itt pedig ilyen konzervatív óvárosi, belvárosi hangulat van, teljesen rendben van ez a koncepció, de azt hoztam létre, nem mondom, hogy akaratlanul, mert akarva, hogy egy sűrűn lakott belvárosi zónát hoztam létre, amihez értelemszerűen most is hogy visít, ipar kell neki, kereskedelmi egységek kellnek, és lakóegységek is kellenek neki, és ennek itt vagyunk, tehát le tudott jönni végre, nézzük tényleg meg, hogy hova lyukadunk ki, menjünk vele. Hát itt árut hoz, tele vagyunk áruval, nézzük meg, hova érkezik meg. Itt már egyébként, amint ideért, láthatóan a magában az óvárosban nincs igazából forgalmi dugó, és meg is érkeztünk. Ez itt egy belvárosi épület, Home Improvement Center. Itt is vagyunk. Tehát ide hozott árut, na most egész nyugodtan felszorozhatjuk százával ezeket az áruszállítókat. Miközben arról beszéltem korábban, hogy majd meg kell akadályozni, hogy az ipari átmenő forgalma falun menjen keresztül, hát pontosan ez történt, itt jön az arcomban a valóság, és most nézzük meg az okát, ugyanis itt van az autópálya. Én emlékszem, még arról is beszéltem, hogy nem tetszik nekem ez az elosztási mód, és még most is gondolkodom azon, hogy ezt hogyan lehetne átírni, felülírni. De a lényeg az az, hogy átjön az autópályánk, ezt nem én hoztam létre, ez adva volt a játékban itt, de nézzük meg a szélét, a már általam létrehozott villamos járattal ellátott útnak semmiféle összeköttetése nincs az autópályával. Magyarán szólva, van itt egy gyorsforgalmi, jól használható útunk, és egész egyszerűen mégiscsak az áruszállítás rákényszerítődik erre az útvonalra. Úgyhogy most tűzoltás jelleggel legelső sorban azt csináljuk meg, hogy egyrészt itt ezeket a nagy kerülő utakat
lerövidítjük, és itt, ha már úgyis van egy ilyen szélesebb utunk, akkor először is teremtünk egy épkéz-lábabb összeköttetést itt valahol középen. Ez mind a két irányba fog működni. Most azt nézem, hogy ez ugyanaz az út, de ugyanannak kéne lenni, és mégis más a színe, de szerintem csak az eső miatt. Oké. És akkor nemes egyszerűséggel csináljunk egy autópálya letérőt így ide. Innen pedig szintén egy letérőt a már ismert a felüljáró megoldásunkkal, tehát hogy mindkét irányából az autópályának használni lehessen, le lehessen térni az óváros irányába. Itt menjen el fölötte egy felüljáró, nyugodtan áthozhatjuk teljesen, nyugodtan áthozhatjuk itt is, nem kell, és jöjjön, kanyarodjon be nekünk, tegyük le valahova, így, ezt a megoldást láthattuk már máshol is, itt is, még ez emlékeztet engem leginkább a való élet megoldásaira, tehát itt, nemes egyszerűséggel megteremtettünk egy közvetlen összeköttetést az óváros és az autópálya között. Ez egyelőre ilyen felmenőrendszerben jön. Rá tudunk menni az óvárosra. Az óvárosból kifelé viszont, hogy az autópálya felé tereljük a forgalmat, itt fogok létrehozni egy ugyanilyen feljáró típusú rendszert, most mégpedig ezt most egy addig szórakoztam, amíg na jó, talán így beveszi, igen, jó, legyen ez. Janus, ez nekem, igen, miért kell ennek ilyen nagyon magasnak lennie? Nem kell. Menjünk egy szinten lejjebb, azaz. Így, forduljon be, menjen át, és kanyarodjon vissza. Apám mesélte egyszer, vezetett valahol, gyerek volt valami autópályán Magyarországon, és ez a 80-as években volt, és mondta, hogy mostanában már úgy tervezik ezeket a lefordulókat, ezeket a lekanyarodó íveket, hogy a kormány egy pozícióban tartásával be lehessen venni. Nekem meg az jutott át az agyamon, hogy miért eddig hogy tervezték, tehát hogy azt gondoltam, hogy ez eleve így volt. Aztán azóta is figyelem, hogy be lehet-e egy kormányállásba venni ezeket az íveket, ez vagy be lehet, vagy nem. De most ez a miénk, ez egész jól sikerült, legalábbis megint az van, hogy terveztünk valamit. De hát ez a lényege, hogy akkor egyrészt ide rá tud futni, itt viszont, akik erre mennek, akkor hogy jöjjenek ki, és itt ugye így is már van egy kereszteződés, nem zavarják egymás vizeit, ott meg ide, ígyni. Figyeljük azt meg, hogy van-e ennek hatása, ráfordulnak-e az autópályára a mi kis kugli fejű áruszállítóink. Tehát sikerül-e tehermentesíteni ezzel az egyszerű megoldással a hidat? Nem fog ez 2 perc alatt megoldódni, úgyhogy addig akkor kövessünk el egy másik megoldást, hogy lépjünk tovább valami mással. Ha már ennyire ipart, akkor bekapcsolva hagyom, hogy hagy fejtse ki a hatását a útbeállítás. Megcsinálunk itt egy másik fejlesztést, régóta érik ez már, hogy létrehozunk szépen gyümölcs termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági egységeket, ami a csövön kifér, tehát amennyit itt
beenged, befogad. Jó. Ez talán még ide egy befér. Be. Nagyon jó. Erre szerintem ide is be kéne, de úgy látszik, nem akarja az igazságot. Viszont még hozzunk létre a hagyományos mezőgazdasági üzemegységekből, mit tudom én micsodát. Így. Szuper. És kövessük el azt is, mert látom még mindig akarja, hogy hozzunk akkor létre egy harmadik fajtát is. Ez pedig nem más. Rossz helyen vagyok. Ez pedig nem más, mint az állattenyésztés. Most azt nézem, hol lehetne a legcélszerűbb. Jó, legyen itt. Majd el is mondom miért. Ha egyszer az életbe sikerül. Jó. Tehát itt ezek a nagy állattenyésztéssel foglalkozó üzemegységeink, egész egyszerűen tehén farmok, vagy tehén telepek, nem tudom, hogy kell hívni. Egyelőre azt szeretném, ha bevenné, de meg van törve az út, hogy mi a baja van. Na, így bevette. Jó, kicsit legyen több, jöjjön ide. Ide is, akkor meg már ide, és már ide nem akarja, akkor jöjjön ide. Úgy, ez az. És akkor a kicsiből, meg talán egy befér ide, nem fér be, nem túl jó ennek az elosztása, de nem baj. Hagy jöjjön akkor még a hagyományos egységből, és akkor azért nézzünk rá, és akkor eljátszuk itt is, mert ugye a másiknál az volt, hogy ez az, tehát lehet neki adni, hogy mi legyen, és akkor szépen, magashegyi, de sokkal inkább néz ki nekem ilyen magyarosnak, de jó, ez legyen ez. Ez meg akkor legyen valami más. Ez legyen malac. Jó büdös lehet itt. És akkor ez pedig... Ez eleve malac volt. Hoppá, akkor ez viszont legyen bárány. Nagyon tuti. Minden van, minden jöhet. És még mindig... Egyrészt időnk is van egy pici, másrészt mezőgazdaságot, vagy ipari üzemeket akar. Hát itt sorra hozzuk létre. Ezen a részem. Ez például egy... Mi az Isten? A lisztmalom. Hát így néz ki egy modern malom. Észak-Francia részen jobb lett volna egy szép kis vízimalom. Itt a mezőgazdasághoz tartozó cattle shed, meg nem mondom mi. Hopp, már elvágtuk megint a vezetéktől magunkat, és itt persze ez nem ugyanaz a történet, mint eddig, tehát, hogy ne lenne jelentősége, de itt van jelentősége. Szépen kössük vissza. Oké, nem kell kétségbe esni. Menjünk szépen végig. Te üzem, hol legyen? Legyen itt, hiszen itt vannak a szarvasmarháink. Jó, vágd szét megint. De nem, itt már azt mondja, hogy itt jól van. Oké, rendben. Vágóhíd. Szegénykéim itt vannak rögtön mellettük, de nincs más választás. Ez a magtároló, siló, kicsike. Legyen is több belőle. Ilyen kicsi, és milyen érdekes, hogy rögtön jönnek is hozzá. Jó, szóval van magtároló silónk, legyen nagy magtároló silónk is, aztán majd meglátjuk, majd mutatja a kapacitásokat, meg mit tudom én mindent. Oké. Ez is jöhet. Meg kell majd néznem a szótárba, mik ezek, nem? Ez szerintem ilyen eszköztároló. Nézd csak! Úristen!
Oké. Okay. Itt meg lehetne csinálni azt, hogyha ugye itt le lehetne keríteni egy farmot, tehát erről beszéltem a múltkor, hogy az enyém inkább egy ilyen nagyüzemi melónak néz ki, de meg lehetne azt csinálni, hogy elkerítek farmokat, és akkor kerítéssel körbeveszem, és családi házakhoz, magán egységekhez rendelem az egészet, és annak, akkor egy parasztnak, egy farmernak van te üzeme, eze, aza. Jó, jöjjünk ide. Itt van két fontos dolog, hogy így van, ezek a raktárak. Én ide egy hatalmasat hozok létre. Miért? Mert elfér. Persze nem fér el, csak kiáll a szám. Oké. Tehát egyszer itt van egy raktár, és ennek lehet profilt adni, meg kell is, hogy mit gyűjtsünk bele, és most tenni a lisztet. Tehát ez legyen a liszté. Balance, tehát hogy üres legyen, tehát mindig legyen kiürítve, vagy tele legyen, tehát itt halmozzuk föl a készleteket, illetve balance, hogy ilyen kiegyensúlyozott legyen, nem látom jelen pillanatban a jelentőségét ennek, de hozzuk létre végre ezt az összefüggő iparágat, és akkor utána majd rá tudunk nézni megint, és itt meg állati terméket. Jó, tároljunk azt. Nézzünk csak vissza, mit lehet még tárolni, mert van-e értelme, hogy van-e még olyat, ami mezőgazdasági. Oké, tehát azt mondja, hogy farming products, hát akkor még egyet létrehozhatunk, ami elfér. Ez itt elfér, és akkor ennek meg adjunk olyat, hogy azt a nevet, hogy farming, a mezőgazdasághoz kapcsolódó termények. Azt hiszem, ez az egész a kereskedelemhez és a kapacitás tároláshoz fontos. És akkor utolsó lépésként, mert megint túlszaladok az időm, gyárakat lehet létrehozni, és most olyan gyárakat fogok létrehozni, ez a csúcs, ugye? Itt fordítjuk a mezőgazdasági termesztésünket nagy hozzáadott értékű gyáripari kapacitásokká, tehát egész egyszerűen mezőgazdasági ilyen végtermékeket, például pékárút, ez például limonádégyár, ú, de nagy. Semmi gond. Jó. Zajos is azt mondja, tegyük be ide. Hú, úristen. Ruhagyár, petróleum, papír, autó, food factory. Ez meg jöjjön ide, óristen. Hatalmas gyáripari egységek vannak. Sneakers, tornacipő, shipyard, furniture. Jó, legyen elég ennyi. Nem gondoltam volna, de hát persze jó, túlhaladtuk a 20 perces időt, szántam rá, lesz ez most 30 is. Vessünk egy nagyon gyors, nem érdekel, hogy tűz van, valahol jöjjön tűzoltó, mert itt kell, hogy legyenek, itt is van. Kifelé, oltás, menjetek haza. Sziasztok! Na, ezt nézzük meg! Hát ezt szerettem volna elérni, itt is vagyunk. Milyen gyönyörűen sikerült megtisztítani. Nézzük, hol jönnek. Még egyáltalán nem jelenti azt egyébként, hogy megvagyunk, hogy megoldottuk a problémát, elhárítottuk a tűzesetet, szimbolikusan szólva. Itt jönnek be, és itt megy minden majom. Itt jönnek. Ez nagyon szépen néz most ki, és nézzük csak meg. Hát még nem, de reményeim szerint belátható időn belül megoldódik a szemétszállítás ügye is, ami szerintem továbbra sem kapacitás problémák, nem, hát van elég szelét szemétszállító, múltkor létrehoztunk. Ez reményei szerint hamarosan megoldódik, mert most nem látom már akadályát, ott van a szemetes kocsi, jönnek sorba a kiskereskedelmet kiszolgáló, meg a egyébként bármilyen kereskedelmet kiszolgáló ficsúrok, akik a vonat a kargóból jönnek át, és most már
nem engedjük ugye őket a falunk keresztül, és ez a falunak számít, ezt a hidat én, a falu, és majd az itt még tovább lévő települések és az óváros között, és nem az áruszállítás miatt hoztam létre, de akkor ezt így is kell, terelni. Utolsó tanulság mára, hogy az úthálózat, és kiváltképp az autópálya hálózat, az olyan fontos, mint az emberi testben, vagy az orvoslásban a kardiológia, a véráram, a pumpa, a szív, az az áruszállítás bejövő, az áruszállítás mozgató, tehát túlzás nélkül állíthatom, hogy ezek a kargó így nyomja, mint a szív a vért, nyomja, de nem is jön sok egyébként, 3 autó jött most ki, de az az igazság, hogy ilyenből kell majd rengeteg. Jó, szóval ennyi mára. Elhárítottunk egy akadályt, látom, hogy létrehoztuk a másikat, nem lesz ez hosszú életű megoldás. Az a baja, hogy itt lámpa van, és egymásra eresztettem a villamos forgalmat és az arra merőleges áruforgalmat, és vegyük észre, hogy most még település sincs itt, tehát nem az van, hogy ez körbeveszi számtalan ház ugyanúgy, mint itt. Az a célom, hogy ez a tenyérnyi, pici, belakott település rész kapjon végre árut, és már most gondot okoz, hogy összeakad az úttal. Szóval azt kell megjegyeznem, hogy utolsó tanúságként mára, hogy ebben a játékban az útforgalom, különösképpen az áruforgalmat biztosító autópályaforgalom és annak a letérői, tehát az, hogy az autópályáról hogyan jutnak be az egyes házakhoz, az kulcsfontosságú. Holnap folytatjuk, sziasztok!